Te az életjutúrót az hogy készítettél? Hát az életjutúró, kérlek szépen, az ott van még a Geleta, már menne a sartok oda benne. Ugye abba gyúrtak be, érted, összedaralta, édesanyám húsdaralóval érted, egy kis sót pergetett rá, érted, azt akkor azt összedaralt, összekeverte, azt akkor ugye abba a Geleta, vagy az jutúró tartóba, ugye akkor volt ilyen, mint a krompitörő, ismeritek, igen. Van, igen, ilyen szárane, azt akkor ugye azzal jó, azt beleverte, ugye le, gyömöszölte, azt akkor ugye, mikor az tele volt, ugye akkor a tetejt leöntött a zsírral. Úgy az le volt szigetelve, ugye. Azt akkor ugye mindig egy kis sarkat meghagyott, talán egy-két kanal, amennyit kellett, ugye annyit vett ki belőle, ugye. Hogy annyit vett ki belőle, ugye. Hát kellett ugye tészta arra, ugye, vagy. Ugye csináltak valamikor ugye ezt a lángost, tudjátok, ezt a nagy kerek lángost, ugye, jutórós lángosnak hittuk, ugye, négy sarka be volt, ugye, szegve neki téve a közepire, azt azóta jutórós lángos, ugye. Nálunk úgy hittak, ugye, ott igen, a kérdőjtjen. Tehát akkor ezen éltek akkoriban, egyik főétel. Ez volt a legfőbb, na meg a szalonna, ugye, meg a füstölt hús. Ugye, mert az általában mindig volt, ugye, füstölt hús, szalonna, ugye, az mindig ment, ugye.